Üdvözlök minden kedves nézőt, Polgár Attila vagyok, a Polgár Haditechnikai Gyűjtemény egyik tulajdonosa, és ebben a videóban a KGP 9-es típusú magyar géppisztolyt szeretném bemutatni. A fegyver a 9x19 mm-es Parabellum pisztoly lőszer tüzeli, melyből 25 darab lőszer tudunk a fegyver tárjába tárazni. A fegyver részleges szétszerelését, mint minden más fegyver esetében, a töltetlenség ellenőrzésével kezdem. Ehhez eltávolítom a fegyver tárját a tárkioldó gomb benyomásával, majd a felhúzókar hátrahúzásával meggyőződök arról, hogy a fegyver töltetlen. Ezt követően le kell csatolnom a fegyvernek a horcíját, ugyanis ez rögzíti a tokfedelet. Majd benyomom a tokon hátul található gombot, és felfelé, hátra leemelem a fegyvernek a tokfedelét. Itt látható a helyretoló szerkezet. A helyretoló szerkezet bakját előre tolva. Kiemelem a helyretoló szerkezetet a tokból. Majd félreteszem. Hátrahúzom a fegyver zárját. Leemelem a tokról. Illetve a felhúzó kart eltávolítom a zárból. Jelen bemutatott példány egy éles fegyverből gázriasztóvá átalakított típus, ezért nem tudom eltávolítani a fegyverből a csövet, ugyanis a csőrögzítő gyűrűt hegesztéssel rögzítették a csőhöz, illetve a csövet hegesztéssel rögzítették a tokhoz. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Visszahelyezem a zárba a felhúzókart. Visszahelyezem a zárat a tokba. Előső helyzetébe helyezem. Ezt követően a helyretoló szerkezetet visszahelyezem a zárba. Maga a helyretoló szerkezetnek a rudazata rögzíti a felhúzókart is. Illetve a helyretoló szerkezet bakját visszahelyezem a tokba. Berögzült a helyére. Végezetül a tokfedelet visszahelyezem a helyére. Visszacsatolom a fegyver szíját. Az előlévő akasztót beakasztom a tokba. Majd a patentekkel rögzítem. Ellenőrzöm a működést, fesztelítem a fegyvert, visszahelyezem a fegyver tárját, a fegyver váltámaszának becsukása oly módon történik, hogy a váltámasz tövénél kissé lefeszítem a váltámaszt, majd visszahajtom eredeti helyzetébe. Köszönöm, hogy megtekintettétek a videót!